Azt szerettem volna tisztázni, hogy én, hogy néz, mi, az én szóhasználatomban mi a civil és mi nem. De ezt a vitát már lefolytattuk néhányszor. Nagyon tanulságos elolvasni Füst Milánnak a Caligula helytartója című drámáját, ami pont egy ilyen problémáról szól, be lehet-e vinni a bálványt a templomba. De miután a zsidók meggyőződése szerint az az épület, ahol bálvány van, nem lehet templom, nem is sikerült megértetni Caligula helytartójával, hogyha beviszi a császár képmását a templomba, az nem fog menni, mert az nem jön össze. Mert miért beviszi, az nem templom. Tehát, ha valaki civil, akkor nem lehet tagja a politikai testületnek. A politikai testület tagja, akkor nem lehet civil. Ez olyan, mint ha valaki katona, akkor nem mondhatja azt, hogy ő civil egyébként. Megint más megközelítésben, lehet-e kóser császárszalonnát csinálni? Nem lehet, bár le lehet vágni a disznót kóser módon, meg mindent meg lehet csinálni, meg a rabbi hókuszpókuszolhat vele, de nem lehet kóser császárszalonnát csinálni, ez az a dolog, ami nem megy. És még egy másik megközelítésben, a Juráj Hip együttes énekese 30 éven keresztül minden egyes koncertjén elmondta a következőt. Fiatalok, egy szót mondok nektek, heavy metal. És nem, 30 éven keresztül nem lehetett vele megértetni, hogy ez nem, hogy a heavy metal az két szó, tehát az a mondat, hogy egy szót mondok nektek, heavy metal, értelmetlenség. Tehát, de ez definíciós probléma, de nem bántásilag mondtam, csak tájékoztatásilag igazából.